hogyha Krishna kilép, akkor atom szét fog esni. Ugyanúgy ez a test. Addig él ez a test, funkcionál, ameddig Krishna, hogy a lélek benne van. Amikor a halál pillanatban a lélek kilép, akkor nincs több harmónia a testben, nincsen több funkciók. Ugyanúgy a civilizációban, vagy a társadalomban, szociális társadalomban, hogyha Isten van szempont, a fő, központban, de központban az azt jelenti, hogy Istennek az elveit követem, akkor addig van mondjuk fény a alagút végére. Ugye akkor ember ki fog tisztulni. Amikor csak emberek saját mesterséges műanyag civilizációt építenek, és nincs benne Isten, akkor hogy lehet itt fejlődni? Hogy lehet beszélni itt a szeretetről, boldogságtól? Hanem nem, ennek az eredménye, amit most látjuk mindenhol, a háborúk. Szóval a Isten nélkül nincs harmónia, esik szét, jön a konfliktus. Mert amikor van valamiben Isten, akkor ez megoldja minden konfliktust, ugye? Ezért van Krisnának, és a természete ellentmondásos, de mivel ez Krisnánál van ez a természet, hogy ellentmondásos, akkor ez békésen meg lesz oldva az ellentmondás. Ezért van acsintya beda tatva, filozófia, hogy Krishna például mindenhol ott van, és ugyanakkor mindentől külön van. Ez a Bhagavad Gita-nak 9. fejezetében Krishna magyarázza, hogy én benne vagyok mindenben, de ugyanakkor nem vagyok semmiben. És ez egy ellentmondás. De van neki acsintya sakti, hogy maga Krishna harmónia, és békesség, és szeretet, ezért nála mindent megvan oldva. És ilyen társadalomban is, hogyha, mint a Varnashrama, ugye a Daivi Varnashrama, a Krishna van központban, akkor minden fog működni, és még különböző vélemények is menedéket vesznek Krishnánál, és nem lesz háború konfliktus, mert mindegyiknek a külön személynek a külön saját álló véleménye, célja, vagy szándéka, hogy Krishna legyen elégedett szolgálva. Ezért elfér végtelen sok vélemény. Az anyagi világban a vélemények nem férnek össze. Összeférnek, hogyha messze vagyunk egymástól. De mikor már együtt vagyunk, és mivel az én véleményem azért nem fér mellé, a te véleményed mellett, mert az én véleményemnek a motiváció engem szolgálni, nem téged, és neked, a te véleményed szerint te legyél boldog, nem én, akkor itt már surlódás van, és konfliktus. Ez a probléma mostani világban. Ezt lehet látni, hogy ez történik napi szinten, ezért emberek egyre jobban zárkóznak, és nincs kapcsolatuk egymás között, bezárkoznak cellába, a családokba, és még család belül most már még úgy sincs kapcsolatok, mert mindenki saját Facebookot nézi másik szobájába. Szóval így alakulnak ezek a csodálatos helyzetek, kapcsolatok emberek között. És akkor megint visszatérve, igen, és akkor, és itt másik, ugye ez az illuzorikus energia, az még jobban eltakarja, vagy hogy mondjuk elrejti, vagy inkább jobban tudatlanságba és illúzióba ejti embert, mert anyagi energia, ez energia, daivi, híjas a gunamai, máma, mája, durátyája, ugye nagyon daivi, isteni energia. És addig, ameddig lélek nem gyakorol a varna asramat, vagy hát ez a varna asrama, daivi, ez a bhakti yoga igazából,
akkor ő mindig hatás alatt lesz. És akárhogy lehet kiabálni és bármilyen kiírásokat Facebookra rakni, a valóság mindig ez lesz. Viszont azok a személyek, akik elkezdenek gyakorolni Varnasrama dharmát, először ugye itt is van egy fokozatosság. Először megérti, hát első igen, első az meg kell érteni, elsődleges természet, fiú vagy, vagy lány. Ez az első. Ami most már ez egy kérdés ebbe korba. És hogyha ezt a nagy lépést megtettél, és sikeresen sikerült megérteni és eldönteni, most te ki vagy, a születésed szerint, a genetikai, nem csak ami tetszik, akkor egy nagy-nagy nehéz dolog már marad hátra, vagy ez már ezen túl vagy. Jön a következő dolog, megérteni, hogy hogyha férfi vagy, akkor te ki vagy, milyen a természeted a kötőerők szerint, guna karma, ez azt jelenti, hogy sudra vaisya, kshatriya vagy brahmana. Ha ezt megértettél, és elkezdesz e szerint cselekedni a lelki elvek szerint, vagy varnasrama dharma, ez megint, mi tudjuk, hogy lelki világban ez egy spontán, ott is van varnasrama, csak az nem kötelességeken alapszik, hanem ott van szeretet, ami ingeret ad cselekedni, és az a cselekvés külsőleg úgy néz ki, minthogyha varnasrama szerint van cselekvés. Nálunk, mivel nincs szeretet, akkor mi próbáljuk külsődlegesen ezt csinálni. Először próbálunk a természetük szerint végrehajtani kötelességeket, és ezt fog majd tisztítani, hogy megtisztuljunk és megértjünk saját lelki természetünket, és amikor megérti valaki a lelki természetét, és felébred a szívi szeretet, szívében a szeretetje, akkor ez fog történni, hogy ő már az ő cselekvése, a belső tartalma megváltozik, hogy most már nem kötelességből csinálom, hanem mivel nekem van egy szeretetem, ezért én szeretnék cselekedni, és megint, és nálam már úgy fog tűnni külsőleg, hogy most ő varnasrama szerint cselekszik. Szóval ez a természete varnasramnak is a célja, és azok a személyek, akik ezt gyakorolnak, azokra az anyagi energia fokozatosan hatalmát, így van. A hatása, hatalmát veszíti, egyre fog gyengébb és gyengébb lenni. És azok, akik nagyon szilárdak, és lehet, hogy még nem felszabadultak, de nagyon szilárdak és eltökéltek, akkor már őket nem tud megzavarodni. Próbál, de nem tud megzavarodni az anyagi energia, megzavarni. Viszont ahogy csak ember varnasraman kívül él, akkor meg van zavarodva. Manda sumanda mataya, manda bhagya upahrita. És ezért is fontos a bhakti jogának, a jogának a varnasrama gyakorlata. Ugye Maharaj az elején már írja, hogy igen, hát bhakták transzcendentálisok, és magyarázza, hogy miért fontos, hogy nem transzcendentálisok, másképp nem lennének problémák bhaktákkal. Egyik szempont. Másik, ez természetes dolog, mert lelki világban külsőleg ugyanúgy fog kinézni minden, csak a belső tartalom az a szeretet lesz, ami aktiválja a baktát külsőleg cselekedni. Szóval mi most próbáljunk, mint a kisgyerek, amikor ő utánozza a szüleit, ott nincs még tartalma, de ő is akkor homokból csinálja tortát, akkor ilyen papírból pénzt csinálja, fizet, meg víz a benzin, meg ilyeneket. De így gyakorol, hogy amikor felnőtt lesz, akkor fog menni már. Ugye azok a gyerekek, akik már ilyen kis korban játszanak, és már seftelnek, cserélnek a játékokkal egymással, papírért, meg játékra, ameddig ő már nagy lesz, akkor már nagy profi bizniszmen lehet belőle.
Szóval ugyanúgy itt is, mi most valójában mit csinálunk, hát hogyha olvastátok Suddha Bhakti Chintamanit, már az elején Sivarama Maharaj mondja, hogy ugye ott vannak több rasza a lelki világban, és minden rasszának van egy képviselő, ugye mondjuk a baráti rassza Subal, akkor a vacália vagy a szülei rassza az a Yashoda, és a Yashoda mama és Nanda Maharaj, és így tovább. Akkor őket kell nyomdákba követni. De úgy követjünk, hogy mi csináljunk a Varnasrama dharmát. És utána, amikor kezd kitisztulni a kép, akkor kirajzolódik pont melyik rassza. Ugye mi most még koránról beszélni nekünk, de tudnunk kell, hogy ez igazából oda kell, hogy elvezessen. Hogyha Krishna központ, én próbálok, igyekszek, határozott vagyok abban, hogy gyakoroljak a Varnasramát, az azt jelenti, hogy úgy elégedíti teszek Krishnát, hogy a saját természete szerint cselekszek, akkor amikor érett leszek lelkileg, felnőtt, amint a gyerek érett lesz, felnőtt, akkor majd a következménye lesz a rasszák. Szóval Varna Ashrama Dharma mondhatjunk, ez egy nagyon jó segít nekünk megérteni a baktit is. És olyan, és amikor, miért? A másik, hogy amikor valaki a saját természete szerint cselekszik, akkor meg fog tisztulni. Aki nem, akkor nem tisztul meg. Főleg, hogyha szeretne vállalni magasabb rendű varnát, akkor nem tisztul meg, hanem csak elmegy az idő. És erről beszél Krishna Bhagavad Gita-ban egész első 5 fejezetben. Mert Arjuna mondta, jó, akkor én megyek. Dasvidánya, itt van a itt a nyilvesző, lőjen, aki akarja, én most brámana leszek, elmegyek erdőbe meditálni. És akkor Krishna mondja, hát mondja, nem jó, mert nem tisztulsz meg. Mert lemondás, elsősorban a lelki gyakorlat nem lemondással kezdődik, hanem a kötelességet végzésével a természetet szerint, mert ez fog tisztítani. Szóval ne kezdj lemondani, Arjuna. Mert hogyha te hamarabb lemondasz, szóval túl magas a szadana lesz, akkor ez nem tisztítja meg, sőt, még lehet, hogy egyszer csak fel fogsz robbanni, és akkor még rosszabbat csinálsz. Mint ugye emberek vannak, akik nagyon sokat bőtölnek, és nagyon hosszú időn keresztül ilyen diétáznak, de olyan ízetlen dolgokat esznek, és kontrollálnak. Éveken keresztül vannak, akik ezt csinálnak, ami Ayurveda nem támogatja, de aztán egy idő múlva fel fognak robbanni, és utána évekig csak esznek, és kontrollálatlanul fognak enni, bepótolnak azt, amit nem ették. Én még emlékszem, amikor gyerek voltam, akkor nem annyira igényeltem sót. Nekem nem volt baj, hogyha sótlan volt az étel. Megettem. Örültem, hogy akkor egészséges. Kevesebb só, nagyon jó. De utána, amikor már felnőtt lettem, akkor minden sóztam 10-szeresen. Be kellett pótolni a gyerekkori hiányokat. Szóval ugyanúgy itt is azért kell a saját természetet kideríteni. Persze most ez most elmélet, amit mondom, ami ideális, ahogy mondja Maharaj, van egy ideális, ahogy kell, mit kell, de viszont nálunk most kavarat a karma, ez egy másik kérdés. Most, ugye, én most inkább erről az elvekről beszélek, hogy mi történik. Ugye szépen átmentük már itt a kötelességről a természete szerint, hogy ez egyetlen egy, amit tisztító hatás. Sőt, tisztító, de ez azt jelenti, hogy mi megkapjunk a tudást.
de megvalósított tudás. Hogyha nem a saját természete szerint valaki cselekszik, semmi garancia nincsen, hogy eredményként megkapja a megvalósított tudást. Ugye ez még a harmadik fejezetben is jól van kiszínezve Krisnától. Krisna ezt is hangsúlyozza. Szóval itt ezek a fő elvek akkor. Ugye a különbség az, hogy harmónia már maga Varnasrama, mert ami érdekes, ugye, mikor mondanak, hát milyen Krisnások, nektek semmit nem szabad. Nem szabad ezt, nem szabad azt, tiszta szabály mindent, de valójában minden szabad, mert vágyok az van mindenkinek, mindenki születik így feltételekhez kötött, és mindenkinek vannak vágyai. És van, ugye van kettő út, egyik út mondjuk úgy, hogy ez az anyagi élvezet, amikor ember minden élvez, a másik az egy ilyen szigorú lemondás, mint a Mayavad Sanyasik. És egyik se jó, ugye a Mayavad Sanyasik általában az érzékielégítésen utána kifognak, megállnak, visszatérnek az érzékielégítésre, mert nem szabad, nem lehet elnyomni vágyokat. A Varnasrama pedig olyan rendszer, amelyik megengedi teljesíteni a vágyokat. Minden vágy lesz teljesítve, és emellett ez olyan módon megvan szervezve, hogy ember emellett nem bonyolódik a anyagi illúzióba, hanem tisztul. Ugye Varnasrama kívül érzékielégítéskor ember eltéved, szennyeződik be, Varnasrama kereték belül ember kap lehetőséget a vágyokat teljesíteni, de közben tisztulna. Ez egy zseniális dolog, amit Krisna kitalálta, mert mindenki érti, hogy nem lehet a vágyoktól csak úgy megszabadulni, nem lehet vágyokat elnyomni, és így tovább. Ez a dolog. Jó, vannak esetleg kérdések. Mi van akkor, ha valaki nincs a helyén? Hogyha nincsen a helyén? Most nem úgy értem, hogy föltétlen, hogy most nem brámana, és akkor hogy nem ez, nem az, nem a massz, hanem a adott kategóriában nem azt csinálja, ami neki lenne megfelelő. Például, ha egy sudra, akkor a sudráságon belül nem azt a munkát csinálja, vagy hogyha satria, és akkor satrián belül nem azt a munkát csinálja, amit, tehát nem azt a fajta satria munkát, mondjuk lehet, hogy egy jó adminisztrátor, és közben meg kardot kell forgatnia. Még egy ilyen példa. És akkor az neki nagyon nem jó. Igen. Hát kell próbálni. Hát elsősorban fontos őszinte lenni, és hogyha érti ember, hogy miért van ez a Varnasrama, hogy tisztuljon, akkor lehet, hogy okay, megpróbáltam én magamat mondjuk a adminisztrációba, okay. Most nézzük meg, hogyha kardat forgatok, ott hogyan jó, hogyan érzem magamat, hogyha ott jól, akkor lehet, hogy át kell gondolnom, hogy mi legyen hosszú távú számomra. Szóval itt ez az őszintesség és megértés, hogy én, nekem azért kell megkeresni magamat, meg úgy, hogy finomítva a varnák belül, ahogy most mondtál Tamás, hogy megtisztuljak, hogy Krisna legyen elégedett, és én fejlődjek, és végül önzetlen leszek, de végül én leszek boldog. Ezért ez fontos. Hogy őszinte, és néha, hát igen, és akkor lehet néha kérdezni másokat is, hogy ők mit látják, és átgondolni, mit mondták, és akkor így, lassacskán. És nem kell félni,
jaj, akkor most... Persze vannak vágyak, és néha a mi vágyaink, mivel kevert karmájú, akkor kevert a vágyaink is, és valaki akar adminisztrálni, próbálni, de a karma szerint nem az. De kell próbálni elfogadni a saját természetét, és bízni abban, hogy lehet, hogy nekem ez a vágyam is van, jó, de akkor lehet, hogy csökkentett módban kisebb dolgokat adminisztráljak, és nagyobb rész csinálok, ami való az én természetemnek. Mert mint mindenki szeret mondjuk sok mindent csinálni, de mindenki szeret mást is csinálni. Valaki szeret, mondjuk, hogy a brámana, lehet, hogy ő is néha szeret egy kicsit otthon, mondjuk beverne szöget a falba, meg nem tudom ilyesmit csinálni, de ez nem baj, de a fő foglalkozás az legyen az ő természete szerint. Szóval valahogy így, tudod, meg kell nézni, akkor mi legyen az elsődleges, mi legyen a másodlagos. Na ez a így pontosabb kifejezés, hogy lehetséges ilyen elsődleges és másodlagos. De megint mi mindig az elv, nekünk azt kell látni, hogy varnasrama, úgy kell, hogy működjön, hogy mikor már túl bonyolódunk, és kezd nekünk eltakarni Krisnát, na ez nem jó már. Szóval varnasram az olyan kell, hogy legyen, hogy segítsen nekünk látni Krisnát, mint célt, és közelíteni Krisnához. Mint ugye minden szabálynak és korlátnak és utasításnak mi a fő célja? Satatam Vishnu, hogy mondják? Satatam Vishnu Smaranam valahogy itt. Na mindegy, hogy emlékezzünk Krishnára, és Vismartavya, és ne felejtsünk el sose. És ez Varnasramnak ez a célja. És akkor úgy kell, hogyha vannak megint kevert ilyen vágyak, ahogy mondtál, de akkor ezt ne takarjon el Krisnát. Ez, amit mondja Rupa Goszvámi Bhaktirasamrita Szindóban, hogy anyabilasita sunyam, gyána, karma, ádi, anavritam. És ott van a karma. Ez a pont a cselekvés karma, mint a cselekvés, mint a kötelességek, végzése és így tovább, hogy ez anavritam. Hogyha ez nem takarja el a céltől, a baktitől, Krisnától, akkor oké, okay, akkor belefér. Ezért belefér minden, belefér, ugye Krisna, ugye a varnásáramban minden belefér. Nemi, a vágyak is beleférnek, minden belefér, csak akkor megvan erre a módok. Így válaszoltam, Tamás? Igen, nagyon jó. Voltam, mint rögtön felismerült még egy kérdés. Jó. Akkor... Hogyha lehet kérdezni, meg van már idő, meg aha. De amikor benne van az ember egy helyzetben, akár egy hosszú távon is, de hogy ezt a dolgot nem ő akarta, és teljesen öntudatlanul, szóval mondjuk a szülei akarták, vagy fogalma sincs volt mi az, de az lett, mert hogy ezt mondták, hogy akkor ez lesz, ez legyen. Benne van egy ilyen helyzetben az ember, akkor, hogy ahogy mondtad, hogy meg kell próbálni változtatni, de hogy mennyire kell ezen erőködni, mert lehet, hogy meg Krisna nem enged, vagy nem tudom, hogy ő mennyire szól ebbe bele, hogy honnan döntsem el én azt, hogy most akkor Krisna mit akar ebben kapcsolatban? Hát, mondjuk nekem egy adott tevékenység, amit csinálok, az rengeteg energiámat elvesz, mert hogy kényszenvedek benne. És akkor, de már hosszú idején, hogy honnan lehet azt tudni, hogy Krisna akkor egyetért azzal, hogy én változtassak az. Hát megint ugye, amit említettem, hogy van az ideális helyzet, ami jó lenne, hogy így legyen, ez az ideális, de van olyan helyzet, ami
mi a nálunk kialakult a mi karmánk szerint. És hogyha van lehetőség változtatni, akkor lehet változtatni. Hogyha nincsen lehetőség változtatni, és folytatni kell, mert csak így tudok felelős maradni a, mondjuk a kötelességeim irányt, mondjuk fenntartani családját, és így tovább, akkor maradni kell ebben a helyzetben, de Krishna látja őszinte törekvésünket, és ő ezt értékeli, és valamikor lehet, hogy meg fog változni a helyzet, valamikor nem, de megint mi próbáljuk akkor elfogadni ezt a helyzetet, és ez belül látni mindig a célt. Végül ez minden ideglenes helyzet, ugye ennyi élet volt már, és most valaki így él, nem baj, de hogy megint a szándékom és a gyakorlatok az hozzám képest maximálisak, akkor ez az élet, ez valamikor csak el fog fogyni, és utána megváltozik minden. Örök szempontból ez az élet, ez meg villámlásnak is kevés. Ugye? Persze, könnyű mondani, mikor nem vagy ebben a helyzetben, de nincs más. És akkor én próbáltam így beleképzelni, hogy magamat, hogy ez milyen lenne. Fú, hát az nagyon. Az nagyon-nagyon-nagyon. És valamikor több napig, lehet, hogy hetekig, mert ezt nem lehet dózerrel szétszedni, mert akkor megölsz embereket, akik ott vannak. És ezért kézzel több napig szednek szét a dolgokat. Addig ott ember fekszik, gyerekek, YouTube-on látom, hogy szednek ki a kis két éves gyerekeket abból. De nincs más, ott kell, el kell fogadnunk addig azt a helyzetet nekik, ameddig nem szabadítanak ki őket. És nagyon kényelmetlen, és nagyon rossz. És akkor, mikor beképzeltem, hogy én lennék ebben a helyzetben, és hogyha azt gondoltam, hogyha nem lenne Krishna tudat, hú, akkor ez nagyon kibírhatatlan. De ahhoz, hogy ezt Krishna tudatba kibírjak, ez nekem most kell lenni Krishna tudatba, hogyha mindjárt kerülök ebben a helyzetben, és ezt tudjak annyira nem szenvedni kialakult helyzetet miatt, hanem elmerülni a Krishna tudatba, a japába, valamibe, arra komoly Krishna tudat kell. Szóval a megoldás az volt, azt láttam végül, ami mindig a lelki gyakorlat, Krishna tudat, mert nincs más. Hogyha nem tudjuk most sehogy befolyásolni, semmit változtatni, egy megoldás, ez a menedéket vegyünk a minőségi gyakorlatnál. Akkor minőségileg csapázunk, akkor amit olvastunk, próbáljunk rá emlékezni, merünk el, legyen ez a mi életünk, eredeti életünk, a valós életünk, és nem az a munkahely, ahol úgy érzünk, nem természet szerint vagyunk, de akkor ne az legyen a valóság, mert akkor ott szenvedjünk. De hogyha átviszünk a tudatnak a hangsúlyát a lelki dolgokra, akkor az csak egy szerep ott, de a fő boldogságomat merítem a lelki életembe. Ez csak így lehet, akár ilyen munkahelyen, akár hogyha a romok alatt valaki fekszik, más nincsen. Maharaj is így szokott válaszolni, rövidebben persze, amikor voltunk egyik alkalommal, nem tudom, ti voltatok-e, Maharajnál több városból, és akkor volt egyik Mataji Kaposváron. És akkor mondta, mit csináljuk, hogy lehet, mit kellett tenni, hogy mindig aggódok, nekem mindig van ez az aggodalom az elmémben, mindig stresszelek. És akkor mindenki várta, na akkor most Maharaj megmondja valami misztikus trükköt, hogy ilyen mantrát mondd el, és akkor már a világ fog aggódni, mert átveszi tőled a te aggodalmat. Nem, azt mondta, hát próbáld meg ebbe az állapotba Krishna tudatosá válni.
Ezt. És ez nekem annyira tetszett ez a válasz, mert ez egy őszinte válasz volt Maharástól. Szóval nem valami ezoterikus bedumálás, mondjuk így, vagy blablabla valami, ami úgysem működik, de nagyon virágzó szavakkal lehet így embereket félrevezetni. Nem, mondta őszintén. Lehet, hogy egész életben ez fog tartani, mert ez a karmánk, mi ezt megkaptunk, hogy most ilyen elmét, hogy agódik. Jó, és lehet egész életben lesz, de akkor próbáld meg lenni Krisna tudatba, így. És az ott nagyon szép. Legalább nekem tetszett, nem biztos, hogy mindenkinek tetszik ilyen megoldás, de... Van már megvalósításunk ebben kapcsolatban. Na. Mert pont Maharástól. Aha. Milyen? Megosztana? Azért, mert a feleségem kérdezte tőle annak idején, hogy az Atrium Hotelben voltunk, ott voltál te is. Aha. És akkor ugye, hogy a feleségem Budapestre járt föl dolgozni, minden nap, és akkor közben még olyan klassz helyzetek is keveredtek a munkahelyen, idegtépő, borzoló, és akkor a feleségem kérdezte, hogy akkor most mit csináljon, vagy milyen tanácsot tudna adni, hogy akkor ő most így hogy fog tudni, hogy mi fog történni, hogy alig van ideje, meg minden, és akkor mondta nekem arra, hogy én is ott vártam, meg mindenkit átott szája, hogy mondjam, ahogy te mondtad, ilyen nagy misztikus szöveg fog következni. És akkor mondta Narács, hogy akkor ebbe a helyzetbe kell megpróbálni folytatni, és akkor majd Krisna látja, hogy törekvést, és akkor majd fog elrendezéseket tenni. És először úgy nem annyira akartunk teljes mértékben úgy elhinni a dolgot, de aztán tényleg úgy a feleségemnek részén, hogy ő tette fel a kérdést, és akkor tényleg úgy kezdtek így átrendeződni egy idő után a dolgoknak a helyzetek, meg minden. Uh-huh. Szóval mi is láttam mindenki vártalan, hogy misztikus válaszokat. Így akkor értettük a végére, hogyha ő mondta, akkor az valószínűleg is lesz. Uh-huh. Akkor így szépen úgy alakulgattak utána a dolgok tényleg, de nem rögtön, hanem tényleg így várni kellett egy ideig, fél évig talán. Igen, hát igen, sokszor kell egy kis, mondjuk kis idő ennek, igen. Igen, az jó. Oké, valakinek más kérdés esetleg? Vagy hozzáfűzése? Nekem lehet, Bhakti Pátrabhu? Mindenkinek lehet. Igen. Azt szeretném kérdezni, hogy Varnásrama, ahogy említettem, ez egy társadalmi rendszer. De hogy ugye mindig abban gondolkozunk, hogy szeretnénk tudni, hogy mi a mi Varnánk, és annak megfelelően, ahogy említetted, hogy a kötelességből cselekedni. De azért ezt nem szabad valahol elfelejteni, hogy ez egy társadalom, tehát az emberek egymás mellett élnek. Hogy erről beszélnél egy kicsit, hogy valósul meg a Varnák egymás melletti élete. Tehát, hogy lesz ez az egész egy társadalom, amikor különbözőek vagyunk. Pont ez a jó, hogyha különbözőek vagyunk. Most látod, mostani világ azt teszi, hogy mindenki egyforma. Mindenki egyformát kell ruhát vegyen, egyforma cselekvés legyen, most mindenki, nem tudom, egy boltba vásároljon, ugyanaz kell legyen, de Varnásrama nem úgy csinál, hogy mindenki más. És ezért, mivel nem egyformák, ezért mindenki elfér. Mert vannak szerepek. És mindenki, Varnásrama, mondják, Varnásrama, a Daivi Varnásrama, ez olyan ház, ahol szociális szempontból egész világ el tud férni és békésen élni. Szóval pont itt van egy kultúra viselkedésnek, és mivel ez egy daivi, ez azt jelenti, hogy lelki, akkor én gyakorolok, hogy én vagyok lélek, és többi a lélek, mások a lelkek, és én tudom, hogy az én szándékom, hogy Isten legyen elégedett, akkor, hogyha én másokkal, lelkekkel bántom nagyon kedvesen, akkor Isten velem elégedett,
amikor látom, hogy na, másnak más a véleménye, mert ő is akarja, hogy Isten legyen elégedett, akkor ez nagyon jó, és akkor így így nagyon-nagyon csodálatos működik, és a társadalom, ahogy mondtál, a szociális szempontból, az akkor tud élni, mikor pont, mivel van több szerepre szükség, cselekvés fajtára, ezért így tud működni. Például, mint egy jó céget, hogyha megnézünk, a jó cég csapatja akkor áll össze, mikor mindenre, szerepre van egy megfelelő természetű személy, ugye? Például kell, aki ilyen igazgató, ilyen felelős vállaló ember, akkor kell valaki, aki lesz pénzügyes, ehhez kell érteni, és ehhez kell természet legyen. Akkor a harmadik, mondjuk a fejlesztő, ugye erre is kell egy szerep. Akkor a negyedik, mondjuk a gyártó, aki ezeket megvalósítja, kivitelezi a terveket, akkor lehet egy tervező is, és egy mondjuk eladó ember, aki eladja. Szóval erre külön, nem lehet, hogyha egyfajta ember lenne mindenki, akkor nem, nincs csapat. De mivel mindenki van saját szerepe szerint, akkor nincs is konfliktus a csapat belül, mert én vagyok az pénzügyes, mert én ezt szeretem, és én nem tudom eladni, akkor én nem vagyok irigy rá. És én nem tudok úgy felelősséget vállalni, mint az igazgató, akkor rá se vagyok irigy. Szóval így, ez egy ilyen anyagi példa, de Varnásra már hasonlóképpen működik, mert ember, aki megtalálja a helyzetét szociálisan, ő nagyon-nagyon jól tud, mint a fogaskerekek együttműködni a többiekkel, amit Srila Prabhupád számtalanul magyarázatokba említi, hogy mi azok a fogaskerekek. Ugye mondja, hogy a brahmana a fej, ő mondja az irány, merre menjen a test, akkor ugye akkor a vásja, ő táplálja mindenkit, ő a hasa, a gyomor, akkor ő táplálja az egész társadalmat, adja ennivalót, akkor a ksátria, akkor ő ezt megszervezi szépen, adminisztrál, így a kezek, minden megcsinál, mi kell, és akkor a sudrák, akik a lábak. Mert hogyha nincs láb, hogyha mindenki fej, akkor ilyen szociális hálózat, mondjuk így, meghal, mert nincsen harmónia, nincs önfenntarthatósága. Hogyha mindenki csak láb, amit Lenin csinálta, az 70 évig bírta. Most mivel mindenki vásja, akkor mindenki ki akarja zsákmányolni egymást, ugye akkor elvisznek mindenkitől a pénzt, akkor másoknak keveset fogunk fizetni, akkor adókat nem fizetünk, da-da-da, és akkor lehet így látni, hogy mi történik, hogy mindenki válsja. Szóval pont ez a beteg szociális társadalom, amit most látunk. De hogyha megint mindenki szerepe, saját szerepe szerint van, akkor ez nagyon-nagyon kölcsönös tisztelettel egészségesen, fenntarthatóan fog működni. Ugye Prabhupád nagyon sokszor ezt az emberi formát említi Varnásram leírásában. Ugye, hogy sudrák a láb, a vásiak a gyomor, a has, ami táplálja mindenkit, sátriák, amit mindenkit megszerveznek, karmester, ugye? Karmester mit csinál? A karrokkal irányít, szervezi a zenekart. Szóval azért mondják, hogyha kezek a ksátriák, mert ők így irányítgatnak, mint a karmester. És a brámana, aki látja a célt az életnek, és látja a védák szerint mik az elve, kötelességet, és ezek az irányok. És akkor brámana adja az irányt. Így válaszoltam kérdésedre? Igen, és akkor olyan vagyok, mint a Tamás, hogy akkor fölmerült még egy kérdés. Nagyon jó. Mi vagyunk egy lakásban. Hogy azt szeretném kérdezni, hogy akkor ebből a szempontból ez azt jelenti, hogy ha mindenki a saját varnájának megfelelő kötelességet végzi, akkor már nem kell külön dolgoznia úgy összességében a társadalomért? Hát
Amikor valaki saját varnába kötelességet végez, az a társadalomért van. Persze, mert brámana, a szerep, ez társadalomért van. Mert ő akkor tanítja, adja a tanácsot, mi az irány, mik az elvek, mi ez, ami belefér ksátriának, mi nem fér bele, ő ezt csinálja. Amikor a ksátria karmesterkedik, ez ő társadalommal karmesterkedik, ő minden szépen megszervezi ezt a mechanizmusát. A vásia, ő azért eteti, azért termeli ennivalókat, meg ruhákat a társadalomnak, mert neki nem kell annyi ruha, annyi ennivaló, viszont cselekedni akarja, mert ott van a szenvedély. A súdra ő nem tud, hogy valakit ne szolgáljon, valaki mellett ne legyen, valaki ne függjön, ő ezt nem tudja, és azért ő elmegy, vagy a vásiát, és akkor nála dolgozik, akkor van sudrák, akik sátriák mellett dolgoznak, és vannak sudrák, akik brámanek mellett dolgoznak. Például azok a sudrák, ami brámanek mellett dolgoznak, ők például össze tudnak rakni pudzsához mindent. Akár a tűzáldozathoz, és minden részletesen is tudnak mindent, csak nem elég van, nincsen az a tisztaság a tudatban, hogy végrehajtsanak. Szóval így, és azért most nálunk össze van kaverve, mert vannak olyan sudrák például, akik mondjuk a ksátriák mellett is tudnak lenni, és néha ők gondolják magukról, hogy ők ksátriák. Ugye? Szóval itt ezt is lehet finomítani. De így mindenki társadalomért van. Mert másképp varnasrama a mechanizmus nincsen. Így jó? Igen, köszönöm szépen. Ez mi van, hogy mindenki, például most mondok engem, mindenki másféleképpen lát engem. Hát van sok válasz lehet rólam. Hát egyik válasz, ami nagyon könnyű és egyszerű, ez azért, mert mindenki más kötőrőben van. Azért máshogyan látnak. De van asztrológiai válasz is, hogy van ki vagyunk, van egy ilyen kép rólunk, kik vagyunk mi valójában. Ez az asztrológia megmutatja. Aztán azt is írja, ez a Jyotish, Shastra. Aztán van olyan, hogy mi maguk hogyan akarunk, hogy kinek lássanak minket. Ez a második rész, és a harmadik rész, hogy attól függetlenül, hogy mi hogyan akarjuk, hogy hogyan lássanak minket, ettől függetlenül, hogyan látnak minket a mások. És mindenki más szempontból látja, tudod, még Krisnát is más szempontból látták, amikor Kurukshetra mezőn találkozták, akkor ugye egyféleképpen látta a Kamsa, egyféleképpen látta a Devaki, másféleképpen látta a Yashoda mama, másféleképpen látták a gópik, és másféleképpen látták a barátok, a tehénpásztorok. Szóval még ott is van ilyen, lelki világban is. De itt nálunk a kötőrök miatt. Szóval van egy valós kép, kik vagyunk, akkor van az, amit kikre még akarunk elképzelni magunkat, és milyen benyomást akarunk adni, és van az a benyomás, amit ők függetlenül tőlünk kapnak rólunk. És egyik se egyezik a valósággal, kik vagyunk valójában. 99%-ban. Ezt mondja Parashara Muni. Parashara Hora Shastraba. Ez a Jyotish asztrológiának a fő gurúja. És Bhakti Párprabhu, szerinted lehet színlelni? Mármint, hogy színlelni, mert hogy mondjuk egyes szolgálatok megkövetelnek bizonyos hozzáállást, vagy mentalitást, vagy
nem is tudom, hogy mondjam el, hogy érthető legyen, hogy hát, hogy vagy egy adott szolgálatban, és akkor az a szolgálatot kaptad Krisnától, de ott, hogy ahhoz kell egy megfelelő hozzáállás, mentalitás, ami lehet, hogy épp nem vagyok, de valamilyen módon azért meg kell neki felelni, hogy ezt a színlelésnek számít, vagy csak akkor Krisna úgy nézi, hogy értékelő, hogy megpróbálok adott elvárásoknak megfelelni a legjobb tudásom szerint. Nem, mert hát van, több dolog van, amikor igen, színészkedek, amikor hazudok, van, amikor szerepet játszok, és van, amikor megfelelő hangulatban szeretnék lenni. És a Krishna szolgálat igényli a megfelelő hangulatot. Ezt megint Rupa Goszvámi, amikor tiszta baktit, baktir uttama, ugye megfogalmazza, mi a tiszta odaadó szolgálat, az egyiket ott pont említi, hogy anukuljena, Krishna anusilanam. Ugye anukul, ez azt jelenti, hogy legyen megfelelő hangulat. Ez azt jelenti, lehet, hogy tudod, megyek, és akkor hülyeskedek egész nap, itt barátokkal, itt-ott, de mikor mondjuk megyek a templomba, vagy egy programra, vagy főzni kezdek Krisnának, akkor ott kell ez a hangulat biztos legyen megfelelő már. És ezt gyakorolni kell, és ezt lehet hangolódni erre. Jó, akkor amikor bemegyek oltára, akkor most már hangolodok, azért most dzsapázok, hogy legyek, és olvasok előtte, és dzsapázok, hogy legyen megfelelő hangulatban, vagy tudatban, mert hangulat ez a tudatnak a tükre, és ez egy normális, hogy én direkt próbálok magamat ráhangolódni ezt a tudatomat, hogy amikor ezt fogok csinálni, akkor ez megfelelő legyen. Például Krishna völgyben a pujáriknak ott nagyon fontos, hogy milyen tudatban, milyen hangulatban vagy. Ezért ott, amikor valaki mielőtt jön reggeli szolgálatot végezni, akkor már kell, hogy dzsapázzon 8 kört legalább. Még jobb, hogyha olvasott előtte, de legalább 8 kört. Hogy ráhangolódjál Krisnára, a megfelelő tudat, megfelelő hangulat legyen. Ez fontos, nagyon fontos. Mert akkor nem lesz uttama bhakti, nem lesz tiszta odaadó szolgálat. Így jó? Igen, mert azért kérdeztem, mert kicsit meg szoktam ijedni attól, hogy például a munkahelyemen a főnököm az a vélemény, hogy nekem valahol a lovagkorban lenne a helyem, ilyen lovagi tornán. A vasárnapi programon meg azt mondják, hogy nagyon kedves vagyok, és na és akkor röhögő görcsöt szoktam kapni, mert én nem vagyok az. Nem vagyok kedves természetű ember. És soha akárhol megyek, mindenhol másképp látnak. És akkor azért kérdeztem azt, hogy például ugye van az ember egy vasárnapi program, akkor nyilván megpróbál az ember így, hogy mondják, kedves lenni az emberekkel, és meg úgy figyelmes lenni, de hogy nem igazán a természetem. És akkor én nagyon, nagyon erőködök, és tudatosan szoktam, ahogy mondtad, hogy a hangulatot megpróbálom megteremteni magamban, csak nem tudtam, hogy ez jó dolog, vagy ez egy kétszínűségnek minősül. Nem, ez jó és ez fontos, mert egy dolog, hogy mi hogy vagyunk nem baktákkal, persze ott is fontos úriember lenni, minden, de másik, amikor én megyek baktákhoz, ott Krishna érzékeny már jobban, és igen, és akkor ott kell egy jó, megfelelő tudat, hangulat legyen. Igen. Persze jó, hogy ez mindig van, de főleg, amikor bakták. Ez nem színjáték. Mert tudod, valaki például, mi mindannyian gyakorlók vagyunk, szóval mi nem vagyunk már ezen a szinten, és lehet, hogy nekünk általában megy az elme itt-ott, meg tudom én, ilyenek vagyok, olyan vagyunk, de legalább, mikor megyünk baktákhoz, akkor arra az időre próbáljunk viselkedni. Fegyelmezni magunkat, szépen beszélni,
adni másoknak a figyelmét, akkor törődni másokkal, előtérbe őket helyezni, nem magunkat, akkor ott legalább ez egy jó közösség, közeg, ahol ezt tudjunk jó gyakorolni, és akkor ez majd ki fog fejlődni, hogy az után, ami 24 órában ilyenek legyünk. Igen. Így. Jó? Szóval ez mindegy, hogy kinek milyen a természete, ez fejleszthető és válhat természetessé. Akkor úgy értem, úgy értsem, vagy úgy lehet értem, ugye? Igen, hát erre van a 21 tulajdonság. Igen. Ha 21 tulajdonságot gyakorolunk, akkor igazából képesíti válunk a Varnasram gyakorlatra. Ugye ez a Artha Pravritti, vagy Anartha Nivritti, igen, jó, meg kell tisztolnunk negatív tulajdonságoktól, de ettől mi még mindig nem tudjuk szocializálódni egymás között, hogyha nem teszünk szert a Artha Pravrittira, hogy 21 tulajdonságoknak elsajátítása, vagy ébresztése, vagy fejlesztése. Ez kell. Másképp nem lesz szociális társadalom, mert tulajdonságok, ők csinálnak belőlünk fogaskereket. Jó? Jó, köszönöm szépen. Szívesen. Más kérdések? Kicsit közelebb légy szívesen a mikrofonhoz. Igen, halkan, de azért igen. Azt szeretném megkérdezni, hogy én azt hogyan lehet gondolni, hogy ugye beszélünk itt mindig Brahmana, Kshatriya, Shudra, Vaisya, de valójában igazából, ahogy nem tudom, hogy jó végkövetkeztetésre jutottam-e, hogy igazából, hogyha mi együttműködünk, ugye mindig azt mondják, hogy a Brahmana, Vaisya, Shudra, Kshatriya, mindenki a helyén van, és csinálja a kötelességét, akkor egy jó működő rendszer lesz. De, hogy én azt tapasztaltam, és hogy akkor ezt hogy lehet megérteni, hogy majdnem, hogy másodlagos, hogy milyen az, hogy most milyen barnába van, hogy Brahmana, Kshatriya, Vaisya vagy Shudra, mert a fontosabb szempont az, hogy milyen ember, hogy milyen tulajdonságai vannak, hogy így kisarkítva, hogy így mondanám, hogyha most Kshatriya vagy Brahmana vagy bármi, hogy megfullad mellette az ember. Hogy olyan jellemzői vannak a természetének, hogy nem lehet vele együttműködni. Lehet, hogy Kshatriya, de nem lehet vele mellette megmaradni. Lehet, hogy Shudra, de nem lehet mellette megmaradni. És akkor, hogy így mondtad, hogy ez a 21 tulajdonságot, hogyha kifejlesztjük magunkba, akkor ez azt jelenti, hogyha ezt a 21 tulajdonságot, amit jól ki tudjuk magunkba fejleszteni, és a természetünket, mint ember, ugye, halló? Itt vagyunk, hallgatunk. Kifinomítani, vagy türelmesebbé tenni, vagy ezeket a dolgokat, akkor tud szerintem ez csak jól működni. Hogy akkor ezt hogyan értsük meg, hogy akkor fontosabb első szempontból, hogy emberek legyünk, mint hogy és jó ember, jó tulajdonságú emberek legyünk, mint hogy most Kshatriya, Brahmana vagy Shudra, mert akkor ezt hogy értsük, hogy elsősorban a természetünket kéne, hogy a együttműködőbbé tenni, nem? Hogy arra kéne jobban a hangsúlyt vetni, nem? Vagy mind a kettő fontos, persze mind a kettő fontos, nem arról van szó, de hogy akkor ezt hogyan lehet megérteni? Hát megint, hogyha mi megnézzünk, hogy mi a különbség a kasztrendszer, ami Indiában van, és Varnasrama, Daivi Varnasrama Dharma között, az, hogy amit te mesélsz, amikor valaki kshatriyán, de nem tudsz mellette élni, mert annyira már megfojtja, az nem kshatriya. Az pont a kasztrendszer. Meg kshatriya, az, hogy valaki brahmana, de nem rendelkezik brahmana tulajdonságokkal, az nem brahmana. Az, aki vaisya, de nem rendelkezik vaisya tulajdonságokkal, az nem vaisya. Hanem daivi varnasrama dharma,
úgy határozza meg, hogyha neked vannak bráminikus tulajdonságait, akkor ez a bráminikus vagy brámana természet, akkor brámana vagy. És akkor le van írva, hogy ezért kezdődik, amikor Varnásrama Dharma a téma kezdődik a Srimad Bhagavatamba, akkor először kezd 21 tulajdonsággal, és utána jönnek tulajdonságok felsorolása. Hogyha valaki ilyen tulajdonsággal rendelkezik, akkor ez vásya. Hogyha valaki rendelkezik ilyen tulajdonsággal, akkor ez ksátria. Mert hogyha valaki mondja, én ksátria vagyok, de nem rendelkezek ezek tulajdonságokkal, akkor a Srimad Bhagavatam szerint én nem vagyok ksátria. Hogyha én, attól, hogy én mondjuk valaki pudzs, ez Márács is mondja, sokszor, gondolom hallottátok, emlékeztek a szemináriumokat, attól, hogy most pudzsáriban van 20 ember, az nem jelent, hogy ez 20 brámana. Mert lehet, hogy egy brámana van közöttök, vagy kettő. Az, hogy most itt mindenki szervezi mindent, az nem jelent, hogy ez mindenki ksátria. Mert ezek között csak az a ksátria, aki még tulajdonságokkal is rendelkezik. És a vásia, az nem mindenki, aki seftel össze-vissza, akkor ez vásia, mert ott is vannak vásia tulajdonságai, és ugyanúgy a sudra. Szóval, hogyha nincs tulajdonság, nincs varnásrama. Akkor csak kaszt rendszer van, ahol egyik másokon élesködik, elnyomja a másikat, kihasználja a másikat, ami történt Indiában valójában. Válaszoltam a kérdésedre? Igen. Jó. Más kérdés? Amit mondta, eszembe jutott sok minden erről, hogy nálunk a munkahelyen, ugye az én munkatársaim, azok ilyen sudra és vaisya hajlamúak. És lehet látni, hogy így üzletelgetnek meg minden, de valójában arra nem elég, hogy ő kilép biztonságot érez az ember, és nem azt érzi, hogy meg van folytva. Így van, igen. Igen, a jogsátria, ő így van, adja védelmet. Hát neki az a kötelessége, hogy megvédjen mindenkit, adja védelmet, adjon lehetőségeket, szóval meg is megvédi, ez sok mindentől meg kell védjen. De ez van, így van. Igen. És a vásya, igazi vásya, az nem aki kihasználja mindenkit, ugyanúgy kirabolja, hogy csak nála legyen pénz, az nem igazi vásya. Hanem akkor ember érzi, hogy nekünk van ruhánk, nekünk van ennivalónk, na akkor itt vannak vásyák. Van a szociális társadalomunkban tartalékpénz, nem neki a vásárnak, hanem az egész szocium is rendelkezik valami tökével. Igen. Szóval így. Ezek fontosak. Még amikor egy brámanával találkozok, aki nagyon olyan, mint ami le van írva, hogy milyen egy brámana, és akkor mondom neki, hogy mert ő egy brámana, akkor úgy viselkedik, hogy ilyen nagyon, mint a szolgák. Szóval, hogy teljesen ilyen szolgai hangulatban van, mint hogyha teljes mértékben úgy viselkedik, nem pedig úgy, mint egy brámana. Szóval, hogy lehet látni, hogy ilyen nagyon alázatosak tudnak lenni. De brámana alázatos? Ilyen nagyon, nagyon szolgálatkész és alázatos. Igen. Teljes mértékben olyan. Igen, hát ugye Bhagavad Gita... Közben meg brámana. Hát ez a brámanának első tulajdonság alázatos. Hogyha nézzünk a Bhagavad Gita-nak az 5. fejezet, 18. vers, akkor kezdi. Vidya, akinek van tudás, az a brámana, hogy vidya, vinája, rögtön mondja. Aki lát, akinek van tudás, az vinája, az alázatos. Vidya, igen, de közben sudrától is ez az elvárás, hogy alázatos. De sudra irigy, a brámana nem irigy. Vagy rosszul tudom, hogy ő neki is alázatosnak kell lenni. És a ksátriának nem kellene alázatosnak? És a vásiának nem kellene alázatosnak? Ha senkinek szólt, akkor... Igen, mondjuk igaz. Mindenkinek kellene alázatos. Igen, neki is kell. Így van, mindenkinek, igen.
Ez fontos. Akkor az van, amit a Páncsonyi Mataji mondott, hogy igazából, hogyha mindenki megpróbál a lázatos hangulatban, akkor teljesen mindegy, hogy mi a, milyen brámana, vagy sudra, vagy satria, vagy... Igen, hát megint. Ha hogyha ezt a tulajdonságot elsajátítja, akkor tud együtt működni. Igen, hát a 21. Szóval csak a lázatos, az még kevés. Igen. Mert tudod, az csak alázatos, szóval ezek a 21 tulajdonságok segítenek nekem megformálni saját énemet egészségévé. Ezért olyan 21 oldalról megtartja minket, a mi tudatunkat, hogy egészséges én azonosításom legyen. Mert csak alázatos, az nem... Az már jó, mert már lehet sok áldás kegyet kapni, igen, de szociális társadalomban kell még ez is, ez mellett sok minden mást is, mint például elégedett lenni. Ugye Maharaj is ezt többször hangsúlyozom, hogy ez is egy 21-ik tulajdonságok között, hogy légy elégedett. Hogy ez meg kell tanulni, lenni elégedett azzal, ami van. Csak úgy. És akkor a ksátriának derős. Ugye a ksátria mindig derős, mindig jókedvű, mindig ragyog. Ez is fontos neki, de mellett alázatos. És határozott, ugye, mert valamikor kell ahhoz, hogy ksátria alázatos, de ha meg kell védeni a saját társadalmat, akkor azonnali döntést kell hozni, és lehet, hogy valakit kell megbüntetni. Mint a Pariksit Maharács, ugye Káliát rögtön akarta megbüntetni. Ő nagyon alázatos volt, de amikor látta, hogy Káli tehenet támadott, akkor azonnal mondta, jó, akkor most véged lesz. De ugyanakkor kegyes is kell, hogy legyen, akkor kegyes volt, mert amikor Káli kérte, hogy kegyelmezen, akkor kegyesen nem megbocsátotta, de kegyelmezte, nem ölte meg, de azért mondta, jó, de akkor az én királyságomban nem maradhatsz. Szóval még mindig van egy következménye. Szóval így, és akkor ez az egészséges ksátria, aki ezekkel rendelkezik. Szóval jó, alapba alázatos, főleg a baktáknak ez az alap. Erre kell építeni minden más, az biztos, hogy kell, ezzel kell kezdjünk, de ahhoz, hogy egészséges személyiség legyek, és készen legyen befogadni a szeretetet, ehhez nekem kell rendelkezni ezekkel a 21 tulajdonsággal. Másképp, hogy az én nem formált meg pszichikám nem tud szeretettel mit csináljam. Jó, alázatossággal kezdeni kell. Mert ez az első tulajdonság sokszor. Ugye a Bhagavad Gita-nak a 13. fejezetben, 8. versben ott is a manitvám, a dambitvám, ugye kezdődik. Ott is a tulajdonságokat ki az, aki tudással rendelkezik, akkor mondja, hogy alázatos és büszkeség nélküli. Ez az alap. Akkor mi a bhakti jogával megint, hogyha akarsz túl képes lenni, megszilárdolni a bhakti joga gyakorlatban, akkor ott is trinád apiszunicsina, tarar apisza isnana. Ugye ott is kell rögtön alázatos. Szóval ez az alap. Az, mint a házat, ahhoz, hogy bárhol építsünk házat, mindig alapot, majd hát egy törvény alapján megy az alap, hogy kell csinálni mi. Ugyanúgy itt is, hogyha mi akarunk felépíteni a lelki házunkat, akkor az alapra kell helyezni, és az alap, ez az alázatosság. Jó, Tamás? Igen, köszönöm. Szívesen. Jó. Más? Nekem lehet egy kérdésem, Bhakti Pátra? Igen. Varnásom a téma, de Bhagavad Gita téma, mert hogy olvasom a Bhagavad Gita-t, egy alapvető kérdés jutott eszembe, hogy többször említi Srila Prabhupád azt, hogy az Arjunától eredő tanítványi láncolat.
de amikor elolvasom a paramparának a tagjait, abban nem szerepel Arjuna, akkor ezt hogy kell értelmezni? Nem tudom, hogy érthető volt a kérdés. Igen. Egy szempontból úgy, ezt nem olvastam, most a logika szerint válaszolok, hogy ő adta lehetőséget, hogy ő miatt megnyilvánult a Bhagavad Gita. Ugye ő szerepet játszott, és mivel Krishna láncolattag, és Arjuna is láncolattag abból szempontból, hogy neki és volt hiteles gurúja, és ő szerepet játszott abban, hogy Bhagavad Gita legyen elmbeszélve, ami most mi használjunk ebbe a láncolatba, akkor ebből szempontból mondhatjunk, hogy Arjuna folytatja egy láncolatnak, a paramparának a tagja. Szóval valamikor úgyis, szóval van, mikor a közvetlen és közvetett is lehet. Ugye vannak az ácsárják között, amit most te mondtál, azok a közvetlenek, tagok, és akkor Arjuna egy szempontból közvetett, de ugyanak a közvetlenül, mert hogyha nem ő, akkor nem, nincs Bhagavad Gita, mondjuk. Evam para para praptam, és igen, ugye parampara, és Rajarsaya, ugye, és Krishna is mondja a Bhagavad Gita-ba ott a negyedik fejezetben, hogy igen, de ez a parampara, ez úgy megy, hogy a királyoknak, hogy Bhagavad Gita igazából ksátriáknak szól. És akkor most azért, hogy a láncolat tag is alapító, mert Krishna eredeti guru, és ő meséli Arjunának. És akkor Arjuna azáltal guru számunkra, mert ő teszi ezeket a kérdéseket, hogy Krishna megnyilvánuljon, mint egy guru tanításokkal. És akkor így acsárja. Köszönöm szépen! Szívesen! És megnyugtattál Bhakti Páparmú. Mert pont valahogy így adtam elő a feleségemnek, hogy az egyértelműségnek a logikáján. Na, az jó akkor. Nagyon jó. Nekem tette föl a kérdés, de már nagyon furdalt a kíváncsiság, hogy mit fogsz mondani. Már halálra idegesített azon a kérdése, de én is így próbáltam neki elmagyarázni. Csak érdekes, igen, mert sokan akkor elvárják, hogy akkor miért nincs beleírva. Igen, hát van több, aki nincs. Abból lehet a félreértés közöttnek. Igen, de mivel ő maga Krishna túl hallotta, akkor egy hiteles személy. Szóval így úgy, ahogy van. Azért Prabhupád is írta, Bhagavad Gita úgy, ahogy van. Igen, szóval teljesen jó, nem baj, nincs beírva. Sok acsára nincs beírva. Hogyha mi megnézünk, hogy hány millió év elmúlt, amikor Szatya Yuga történt, és akkor mennyi acsárját felsoroljunk, ugye? Szóval ott vannak többféle törvények, hogy működik a parampara, és akik be vannak avatva, ők értenek. Már csak az, hogy például mikor volt Vyasadev jelen, és mikor volt Madhavácsárja. Az egy nagy-nagy óriási időintervallum. De Madhavácsárja fogta, elment Himalájakba, találkozott Vyasadevvel, és akkor megkapta a tudást. Szóval így érdekes az egész, így intervallumok. Akkor a Vyasadev kitől kapta a tudást? Narada Muni-tól. Ugye, de Narada Muni kitől kapta? Ő már megkapta a teremtés elején már az Úr Brahmától. Szóval egy ilyen érdekes láncolatok vannak. De mi bízunk, hogy Prabhupád, amit mondott a láncolatról, akkor ez így van. Felsorolások szerint is. Kicsit hosszú lenne, hogyha az összeset felsorolnál. Igen. Lehet, hogy a fél könyvet. Igen, hát vannak dalamok is, amikor így énekelni szoktak paramparának. Ugye azért van is dalamkönyvben parampara.
Más kérdések? Nincsenek. Jó, mi most felvettünk Ákossal a mai programot, hogyha majd kíváncsiak vagytok, visszahallgatni, nézni, mert videóra vettünk fel amúgy, akkor majd lesz lehetőség. Berakjunk, hát Facebookra biztos rakunk, majd ott egyik csoportban van a védikus filozófia csoport, oda biztos berakunk, a többire még gondolkozunk. Jó? Jó, köszönjük szépen. Jó. Rendben, köszönöm, úgy látszik. Ákos. Igen, hallja, itt jön a fő operatőr most itt nálunk. Nagyon-nagyon hálás vagyok neki, hogy sokat segít. És akkor igen, vége az időnek is. Tartunk akkor az időt, nem tartjunk fel benneteket, mert este biztos van még sok tennivalókat. És én köszönöm szépen lehetőséget, hogy megengeditek, dicséljek egy kicsit Rádis Jámot, Varnásrama fényében. És majd még találkozunk többször. Jó? Köszönjük szépen! Köszönöm. Hare Krishna. Hare Krishna.